Akkor kezdünk. Mondtok valamit, vagy? Jó napot, jó. Vagy jó. Kimondjon valamit. Jó napot kívánok. Jó napot kívánunk. Mert hogy valahogy mondani kéne, vagy úgy kezdeni. Nincs bátorságom. Hát, ugye? Ugye, hogy milyen nehéz? Ja, értem. Igen. Hát, légy mégis. Bátor és kezd el. Jó, akkor mindenkinek szép jó napot, jó estét, jó reggelt, attól függően, hogy mikor nézi meg az előadásunkat, amelyik ma a bátorság pszichológiájáról szól, és azt gondoljuk, hogy még akkor is rohadt nagy bátorság kiállni egy színpadra a nézők elé, ha nézők is vannak, ha betanultuk a szöveget, ha mindenről tudjuk, hogy mi fog történni. A mi színházunk az olyan, hogy semmit nem tudunk előre, improvizálunk egész idő alatt. Ugye a színészek akkor tudnak itt jól improvizálni, hogyha jól elmagyarázom nekik, amiket én a kis fejemben elképzelek arról, hogy milyen karakterek, milyen szituációk lesznek ma, mert hogy ehhez az előadáshoz alakítottuk őket. Én Bácskai Júli vagyok, pszichológus, szabadszóműves, és 2000-ben csináltunk először egy olyan előadást, amelyikről akkor még senki nem tudta, hogy egy műfaj lesz belőle. Most így 20 év után úgy tűnik, hogy egy brand és egy sajátos műfaj lett. A pszichológia tudományát a művészet laza erkölcseivel valahogy ötvöztük. Na hát akkor mindenkit szeretettel üdvözlünk. Az a mottónk, hogy nem a ti életeteket boncolgatjuk, de éppen beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de nagyon itt leszünk, személyesen is. Úgyhogy bemutatom a színészeket. Mindketten először játszanak nálunk, és remélem nem utoljára. Spolarics Andrea, Kocsis Gergő, közbe fog hegedülni Bóna János, és egy történetet mesélünk el egy kliensemről, aki majd látjátok, hogyha hozzám jön pszichológusként, fogadom, elmeséli az egész történetet, hogy mi van vele. De most belekukkolunk a lakásukba. Otthon van a feleségével. Ma is otthon van, meg tegnap is otthon volt. És ez így megy már évek, lehet, hogy évtizedek óta. Költöztem, mikor haza jó, jöttem, nem? Jó, csücsülj le nyugodtan. Kész vacsorát? Kérsz. Mert most ezt kell nem neked most ide? Nem, vagy kacsikám? Később kérek, és kint jó. Majd a konyhában mert, izét csináltam, tudod... A kedvencedet, a... Érzem az illatát, ügyes vagy, köszönöm. Hát a... De még kéne nekem... A csülök, kéne a csülök pégnéporra. Nagyon finom tudod, lesz. Kéne jó. Nekem még 20 perc itt ez a... De most miért dolgozom? Azért, még? Mert ezt még ma el kell küldenem, mert a Zoli nem bír magával, de, és megtalál, de és amikor küld egy e-mailt, tényleg, akkor fölhív, hogy olvastam-e.
Kacsi, tényleg, 8 órakor kell még dolgoznod. Figyelj, mi nem mondod már meg az Olinak, hogy nem? Hazajöttél, letetted a lantot, és kész, figyelj, elég volt. Ugye az Oli egy munkamániás, az Oli, ott nincs családja. Várj egy picit, mert most érzem a szagát, egy pillanat. Kacsikám, de tényleg, szóval egyszerűen megmondhatnád nekik, mindjárt kész, jó? De figyelj, az Oli azt hiszi, hogy csak a cég van, ő nem érti, hogy valakinek azon kívül is van valami kis élet. Én már próbáltam neki mondani, de tudod, Kacsi, milyen ilyenkor. Mindig arról beszélünk, odaállok, amikor odaállok. Odaállok, hogy 8 után már nem dolgozol, vagy, akkor legyen annyi túlórátok, vagy túlóra pénz. Hát tudod, mindenkinek van családja egyrészt. Mondom, hogy az Olinak nincs, ezért el se tudja képzelni, hogy milyen az, amikor valakinek van. A múltkor oda, tényleg elszántam magam, nagy levegőt vettem a folyosón, kopogtam, benyitottam hozzá, nagyon barátságos volt, nagy levegőt vettem, azt mondtam, hogy Zolikám, valamiről beszélnünk kell. És erre ő azt mondta, hogy igen, valamiről beszélnünk kell, elbasztad, mert nem ment oda. Ó, de hát, hogy most félmilliót keresnél, akkor megértem, de hát tényleg ne haragudj. Szóval... Most arról is van szó, hogy kellene nekünk, tudod, jó, de mert megbeszéltük azt, hogy elmegyünk nyaralni Ibizára nyáron, de nem baj, most én akkor lehet, hogy arról lemondok, hogyha nem állsz oda. Angyalkám, tényleg. Most nem patoghatok, el kell ülni ennek a botránynak, mert a múltkor azt a bicskei dolgot, azt elbasztam. Azt tényleg elbasztam, mert figyelmetlen voltam. Kacsi. És akkor majd, ha az elül, ezt kijavítom ezeket a dolgokat, utána bekopogok az Olihoz, és oda csapok az asztalra, és jó, azt mondom... Én akkor le fogom fújni ezt az utazást, mert én már lerendeltem, tudod, Medik? Meg... De lefoglaltam a szobát, de... meg... Jó, nem... De mivel fogunk menni? Hagyjuk. De engem beavatnál, hogy mikor lenne ez? Mert nem is biztos, hogy ráérek. Figyelj, és akkor az a másik, hogy akkor légy szíves, egyszer a büdös életbe menj már föl a Dávidhoz, és mondd meg, hogy este 10 után, mert csendrendelet van, ne dübörögtessék a tuc-tucot. Érted? Mert megy a tuc-tuc. Fölmentem a Dávidhoz. És tényleg 6-kor kelek. Minden reggel 6-kor kelek, hogy föltegyem a reggelit, a fiúkat küldjem az iskolába, összekészítsek mindent. De vettem neked füldugót. És nem tudok aludni. De vettem neked füldugót, oda tettem, ott oda tettem a nakkaszlira. De most figyelj, mert most már megint jött 10 ember. 10 ember már itt van, és mindjárt indul a tuc-tuc. Mindjárt indul a tuc-tuc, de spanyolok. De akkor indul. És a Dávid ebből él, ezt meg kell érteni. Oké. Spanyolok. Na mindjárt kész, figyelj! A spanyoloknak hiába mondom, érted? Még a husikának kell egy kicsike. Jó, akkor megkapom a 20 percemet? Most már csak 17? Karcsi meg az ablakot, tudod? Mert azt is mondtam már a múlt héten, hogy a... Igen. Az ablakot. Azt már szóltam, az már folyamatban van, már írtam egy e-mailt. Hogy lepucolják az ablakot. Írtam egy e-mailt, találtam egy ilyen alpinista vállalkozást is majd fognak jönni. Tényleg nem tudom, hogy mit akarsz csinálni. Tényleg nem tudom. Most ez hogy jön hogy ide? Egyszer a büdös él... Hát azért, mert elfáradtam. Jó, akkor beszélgessünk. Akkor majd ezt utána megcsinálom. Nem látod, hogy én ki vagyok borulva. De én látom, édesem, én látom, csak... Az, hogy velem mi van, az téged egyáltalán nem érdekel. Dehogy nem. Nem érdekel téged. Ma is küldtem üzenetet, hogy mi a helyzet. Nem az, hogy írsz nekem egy üzenetet. Hogy minden oké-e. És szívecskét is írtam nekem. Most ne, ezzel ne gyere. Most ezt bármikor mondhatod. A szívecskéddel tényleg kitörölhetem a... Ne haragudj a seggemet, szóval... Okay. Jó, majd akkor... El is ment az egész vacsorától. Itthon vagyok 5 órája, tényleg csinálom ezt a hülye... Gyerekek? Hazajöttek? Egyszer a bűnös életbe álljál már bele valamibe, jó, de tényleg. Oké, beleállok. Most például beleállok. Hagyjál már békén. 20 percet kéne még dolgoznom, és akkor holnap bemegyek az Olihoz, és bebaszom az ajtót, és leüvöltöm a fejét. Most jó? Most jó? Nem szeretsz. Nem szeretsz. Ez az... Ne görülök. Nem arról beszélgetünk, hogy szeretlek-e vagy nem. Álljak bele. Mindig csak álljak bele. Nyaralást szervezel, anélkül, hogy megkérdeztél volna. De oké, menjünk, persze, Ibizára. Azt mondtad, hogy igen. Igen? Igen, azt mondtad, hogy mehetünk. Lefoglaltam.
Az előleget is kifizettem, mindegy, most szuper. Már teljesen mindegy. Oké, gyerekek jönnek velünk, vagy kettesbe megyünk, romantikusan? Nekem ebből tényleg annyira elegem van, most miért ne jönnének a gyerekek, de tényleg most miért gondolod, hogy akkor ketten megyünk? Jó, azért. És akkor a fiúkkal mi lesz? Jó, hát azért, mert a Tomi 17 éves, ő nem biztos, hogy velünk akar nyaralni. De ezt úgy terveztem, én úgy terveztem, jó, hogy jönnek velünk, együtt megyünk szépen, együtt jó. nyaralni. Jó, enter. Elküldtem valamit, nem tudom pontosan, hogy mit, mert nem tudtam rendesen odafigyelni, de hát majd válaszol. Csókoltatom a Zolit. Jó, átadom neki. Mondd meg neki nyugodtan. Vegyél be valamit. Ezután Kacsi eljött a pszichológusához. Már nem először. Igen. Szia. Szia. Igen, itt vagyok. Vegyél levegőt nyugodtan. Itt ráérünk. Igen, nem hát én annyira nem sehova. Azért, de... Árag, hogy még nem vagyok itt, majd várj egy picit. Aha. Már nem tudok egy óráig maradni, de kifizettem az egy órát. Megint hajszolnak? Hát hajszolnak. Nem én hajszolom magam. De mindegy, te tök értető. El vagyok késve. Fáradt vagy? Eleged van? Vagy mi? Igen. Olyan karikák vannak a szemed alatt. Hát ez ilyen családi vonás, azt mondják. De most tényleg egy kicsit keveset aludtam. Na, most miről kell beszélnünk? Hát mindesetre már egy kicsit javult a helyzet, ugye, mert még 2-3 hete, amikor először jöttél, akkor pánikrohamaid voltak. Igen, emlékszem. Most már nincsenek. Uh-huh. Úgyhogy szerintem tök oké minden. Tényleg, tök király. Minden oké? Minden oké. Most... Akkor, ha így marad, ahogy most van az életed, vagy akkor oké, hogyha valami változik, vagy így, amikor így szoktál fölfelé nézni? Be van állva nyakam, bevezettem egész délőtt. Jó, hogy... csak mert az jutott eszembe, hogy ilyenkor van, aki azt várja, hogy jön egy sült galamb, és valamit változtat az életünkön. És akkor nem nekünk kell, hanem kívülről valami változik. Hát azt meg ugye, tehát azt nem lehet meghívni, tehát az vagy jön, vagy nem. De most, ha ennek a projektnek vége van, és ennek hétvégén vége lesz, akkor lesz egy kis nyugi, lesz egy kis szusszanás, és akkor már minden nagyon jó lesz, tényleg. Uh-huh. Szóval azt meg kell várni, azt addig túl kell élni még ezt a 4 napot, és akkor... Tényleg ilyen egyenesbe kerül minden, és akkor tiszta víz, meg ilyenek lesznek. Meg hát a tavasz is majd megoldja. A micsodát? Hát ezt a hangulati, tehát mindenki ideges, görcsös, ez a szaridő, köd, meg nem tudom, és most majd március közepétől már mindenki rá lesz. Úgyhogy minden frankó. De ez most nekem úgy tűnik, hogy mindig valami más tól, vagy más embertől, vagy más körülménytől jó, de én mit csinálok? Teszed függővé azt, ami veled történik. Hát mi mástól? Hát én nem tudom a világnak azt mondani, hogy változom meg, vagy hogy... Nem is kell. Senkinek, tehát nem... Nem is kell. Az a kérdés, hogy a saját életedben van-e bármi, amit megváltoztatnál, vagy majd elmúlik. Hát végülis, ha így vesszük, akkor már csak azt a 80 évet kell fél lábon kibírni, de... és elmúlik. Nem olyan bonyolult, lehet így is. Jó, hát azt megváltoztatnám, hogy körülöttem ne legyen mindenki ilyen, hát hogy mondjam, olyan akaratos, vagy ilyen. Mindenki diktál, mindenki nekem diktál, érted? Ez egész egyszerűen, most ezt úgy sikerült összeállítani ezt a dolgot, hogy mindenki, túl sok mindenki megmondja nekem, hogy mit csináljuk, és én meg vagyok akkor a marha, hogy csinálom. Na, de most vissza fogok venni. Csinálod, de van olyan, amikor belül nem csinálnád? Van olyan, amikor szeretnél valami mást tenni, vagy valaki más lenni, vagy igen. valami más élethelyzetben lenni, igen. valaki mással lenni? Igen, igen. Mással lenni? De majd a feleségemre célzol? Én nem célzok senkire.
Én azt gondolom, hogy van, amikor az ember máshol és mással akar lenni. Na igen, de hát ez mindenkivel így van, talán, nem? Hát ez, nem. Azt hittem, hogy ez teljesen természetes. Nem mindenkivel? De ez mi, hogy más legyen a foglalkozásom, vagy más legyen a feleségem, hát vagy mások? Hát nem tudom, néha az ember végig gondolja, hogy minden helyzet jó-e, amiben napról napra vagyok. De jó, hogyha... de elválni, az érted, az akkora rumli. Tehát ki a francnak van kedve az a rumlihoz. Meg nem is, nem is akarok, szóval tényleg nem akarok. Hát minden tök oké. Néha egy kicsit összekapunk, de hát egyébként minden. Minden frankó, meg hát a gyerekek is. Uh-huh. Szóval, ha most esetleg erre céloztál, akkor ezt a témát talán hagyjuk inkább. Én nem céloztam, én arra próbálok kiukadni, hogy milyen helyzet kellene ahhoz, hogy te magadat, engem csak te érdekelsz, ha te vagy a kliensem, hogy jobban érezd magad. És igen, lehet, hogy ahhoz egy nagyot kell ugrani, vagy változtatni valamin, nem tudom. Csak bennék ilyenek, egy tavat, igen. Teleraknám hallal. De ilyen pirosakkal, amik nem, színesek? Nem, mindenfélével. Igen. A magyar... Előbb beraknád, aztán kifognád? Vagy... És én is kifognám, tényleg? És emberekkel kifogatnám. Magyarul szeretnék tógazda lenni. Hú. És egy ilyen vállalkozást akarok vinni. Oda jönnek a horgászok, nekem fizetnek napi jegyet. Kifogják és a szuper van. Halakat. Aha. Csönd van. Aha. És senki nem baszogat, és nincs térerő. Figyelj, én még abban se vagyok mindig biztos, hogy egy pohár víz mennyibe kerül, nem hogy egy tó. De akkor ennek csak ez az akadálya? Nem tudnék tavat venni. Nincs annyi pénzem. Akkor még egyszer kérdezem, csak ez az akadálya? Hogy drága? Jaj, nem kell semmit se csinálni, nem kell ugrálni, nem fogok A Cseh Tamás jut eszembe. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Ja. Ismered? Igen, hallottam már. De sok embert láttam már, aki azt mondta nekem, miért nem találkoztunk 10 évvel ezelőtt, és fordítottuk meg az életemet, hogy ezt a 10 évet se úgy töltsük, hogy majd csak elmúlik minden nap. De lehet, hogy te hiszel a reinkarnációban, vagy a mennyországban, tehát végülis ráérsz, hát, ha neked így jó. Igen, de nem vagyok én ilyen ügyes gyerek ezekben a dolgokban. Uh-huh. Nem. Ez van, hát én nem vagyok egy ilyen ugribugri, nem vagyok ilyen. Csak nyugi legyen. Én azt szeretem, hogy nyugi van. Aha. És akkor mindenki örül, mindenki nyugodt, mindenki alszik. Vagy tehát, örül. Hogy ilyen óvatos ember vagy, úgy gondolod? Igen, én óvatos ember vagyok. Na. Ez most már így alakult. Keressük meg a múltban, hogy miért is alakulhatott így. Közben a nézőink gondolkozhatnak, hogy mit képzelünk el az ilyen óvatos, bátortalan, de amúgy nyugalomra és egy kis izgalomra is. Nagyon érdekes, mert most egyrészt kifejtette nekem, hogy ő nyugalmat és csöndet akar, másrészt meg úgy érzem, hogy mégiscsak izgalomra is vágyik. Hát most megnézzük, hogy milyen volt ő 6 éves korában. A nagymamájával sétálgatnak a játszótéren. Kacsika! Kacsika, ne menj arra! Várjál, vigyázz, mert ott a kutyaszar! Nem! Nem léptem bele, Amika, nem léptem bele, láttam előre. Új, de láttam jó előre. Ez a repülő. Meg szabad húzni? Meg szabad húzni. Meghúzhatom, de és hogyha messze repülő emeltek, érte? De nem mindegy, hogy hova mész. Jó, akkor csak. Adok egy puszikát, de... Jó, most akkor arancsik. Meghúzom, figyelj, meghúzom. Jó, és akkor figyelj. Júj, de jó!
Karcsi ügyes. Még egyszer, most fönn a mászókára. De oda nem ásztál, ne, az nagyon veszélyes. De onnan el tudnám lőni. De várjál csak. Onnan ne, el tudnám ne, lőni. Ne, addig mehetsz ugye a középsőig, jó? Jó. Majd a mamika ide ül, jó. És a mamika innen nézi, jó? Jó, ellövöm. Ott nem menj följebb. Oda lövöm. Vigyázz. Krisztián, majd hozzátok vissza. Ne, hogy lesz a bácsinak a fejét, azt nehogy ne. Jó, nem, vigyázz. Oda el fog repülni. Oda el repül. Krisztiánékhoz oda mehetek utána. Hát, hogy jó napot kívánok. Látod, látod. Krisztián papája? Ja, maga a Krisztián. Na, mehetsz, na, eresze, ugye? Júj, jaj, nézd oda! Nézd, vigyázz, vigyázz! Jaj, karcsikám, karcsikám, figyelj csak, nem vagy éhes? Nem. Nem vagy éhes? Nem. És szomjas se vagy? Szomjas se vagyok, de... oda szeretnék menni a Krisztiánékhoz. Krisztián, a papája megengedi, hogy oda... menjen, mehet. Oda mehetek? Persze, mehet, csak vigyázz nagyon ezzel a repülővel, mert anyuka, tudod, akkor majd telefonál, és akkor én nekem... Ne, hova, anyuka, mit keresel? Anyuka, mit keresel? Nem, semmit, még egyszer odalövöm ezt. Jaj, de ügyes! Jól van! Jól van! Jaj! Ne, bocsánat! Ne, bocsánat! Ne. Na most akkor mi lesz? Na most akkor ne sírjál, nem szab, fiúknak nem szabad sírni. De megint egy fiú. De átment rajta egy autó! Nem szab. Na most akkor. Ja. Ne, Kacsika, gyere le! Gyere le, légy szíves, gyere le! Gyere a nagymami kérje, hogy gyere le! Gyere le, légy szíves, gyere le! Mi most akkor, adjak neked egy pofont, vagy mi legyen? Gyere le! Ne! Inkább... Nem vagy éhes? Kérek nem szépen. Vagy éhes? Kérek szépen egy mesekekszet. Mesekekszet, kapsz egy mesekekszet. Nézd meg a mamit, hozott neked mesekekszet. Úgy? Jó, köszönöm. Szépen egyél. Na. Nézd csak. Az is lehetne, hogy nem akarsz hazamenni esetleg? Mert itt most kint, most mindjárt hideg van, esik az eső, mindjárt megjönnek a fel. Jó. És akkor hazamegyünk. Jó, menjünk haza. Sokkal jobb lesz otthon. Jó? Jó. Nagyikában kész egy pohár víz. Jó, most elfogyott a vízünk, várjál. Nem kérek semmit. Nem kész semmit. Menjünk akkor haza. Nem akarsz még játszani itt egy kicsit? Menjünk haza is, hadd nézzek tévét. Igen? Jó lesz az? Menjünk haza, hogyha nézzetek tévét. És mit akarsz nézni a tévébe? Ami van. Mert anyád megmondta, hogy mit nézhetsz, tehát nem nézhetsz akármit, tudod. Csak olyan rajzfilmet, amiben... Akkor olyan rajzfilmet. Igen. Jó? Amit te kiválasztottad, hogy milyen rajzfilmet nézel. Karcsika, de hát most én azt mondom neked, hogy elinduljunk. Menjünk? Igen, de csak óvatosan. Nem fázol? Nem fázol. És nem vagy éhes? Nem vagyok éhes, nem vagy, ettem mesekekszet. Lesz otthon, de hogyha szomjas vagy, akkor is szóljál, légy szíves, mert van nálam minden. Mindenki gondolkozhat azon közben, hogy az ilyen óvó-védő nagymama, mint egy komplett személyi testőrség, az vajon jót tesz-e nekünk, vagy nem? Hiszen mindig azt mondják a pszichológusok, hogy kell a szeretet, meg az aggódás, meg a féltés, hogy a gyerek azt érezze, hogy fontos. Hát meglátjuk, hogy felnőtt korára milyen hatása volt ennek, amikor például váratlan esemény történik. Most újra otthon van a mi Károlyunk, még a saját székére sem mer olyan bátran leülni. Akkor ilyet nem csinál? De. Elaludt. Saját lakásában lopott egy kis időt, és most vette a bátorságot ahhoz, hogy elaludjon. És a mi számunkra nem is lenne különösebben érdekes, ha nem történik valami. De hát azért az élet az olyan, hogy néha történik váratlan meglepetés. Illetve minden meglepetés váratlan, nem? Igen.
Mit akar itt? Mit akar itt? Kicsim! Kicsim! Ki maga? Ki maga? Ki maga? Állj meg! Maradj a nyugtom! Maradj a nyugtom, elhívom a rendőrséget! Csönd legyen! Ott marad! Van fegyverem. Van fegyverem a fiókban. Ne csináljuk, könyörgöm, hogy ne csináljuk. Elmegyek a fegyveremért a fiókban. Ne hozzon a rendőrséget. Itt maradjon. Nem megyek. Itt marad, amíg hívom a rendőrséget. Vagy! Látta, hogy ég a villany? Látta? Nem. Jó, hát elszújjuk át, nem egy Itt marad! No, várjon csak! Megkötözöm, meg fogom kötözni! Itt marad! Mondjuk, tegyél ide a hátra kezed! És akkor most... Nincs pénzem! Hiába jött! Csak azért jött. Negyed. Adjon már egy viszkit, akkor legalább egy viszkit adjon. Jó. Rum van. Így a... Na, és akkor most beszéljen. Régóta kinéztem már ezt a lakást, vagy csak úgy találomra jött? Hm? Most mit csinál maga velem? Volt valami fülesse, hogy itt van valami értékes dolog? Ha? Beszéljen, elmondja őszintén, esküszöm, elengedem. És nem szólok a rendőrségnek. De szólhatok egy-két haveromnak. Van magának családja? Van. Két fiam van és egy felsége. És magának? Jó, ha nyugton marad... Azt mondták, hogy itt van ez a sok műkincs, amiért... Műkincs? Műkincsek, hogy képek. Ja. Hát egy emelete fel kellett volna másznia. Köszönös lakás. Ez a 15-ös. Egy emelte van a Dávidék. Ő nekik vannak műkincsék. Elrontotta. Tudja mit? Elengedem, de... Elengedem. De akkor tényleg menjen oda föl. És a műkincséket is vigye el. De a vízitornyát, meg a hangfalait, azokat lopja el. Jó? És akkor ez egy ilyen win-win szituáció. Most hosszú elmagyarázni, hogy miért. Megteszi? Óvatosan. Megvert egy női betörő. Szóval ez történt? Tessék? Szóval ez történt, Károly? Igen, ez történt. Nagyon csúnyán viselkedtem. Igen. Nem tudom, hogy... Kinek a szempontjából? Hát ő... Minden szempontból. Igen? Minden szempontból, mert én magam is... Tulajdonképpen én magam arra ébredtem, hogy én ordítok. Ja, mert megijedtél, hogy valami hát hangot... Nem tudom, hogyha nem alvásból ébredek, akkor biztos gondolkodtam volna egy pár másodpercet azon, hogy mit csinálják, és akkor lehet, hogy nem mertem volna mondjuk ezt az embert hát mondjuk így elkapni. Lehet, hogy végignéztem volna, hogy kirabolja a lakást. Minden esetre én magam is megijedtem magamtól. Aztán nagyon szemét voltam, mert rá akartam beszélni, hogy rabolja ki a fölöttünk lévő szomszédot, de ez nem tudom, hogy honnan jött meg. Talán azért, mert a feleségem állandóan ezzel cseszeget, hogy a fölöttünk lévők... Na jó, szóval... Na de minden a te problémád? Még annak a szomszédnak a lelki világa is a te problémád? Hát védje meg magát ő, ahogy tudja, pláne ha még műkincsei vannak, lehet, hogy neki olyan biztonsági zára van, be se jut a betörő, nem úgy, mint nálad. Én nem vagyok irigy a műkincseire egyébként. Oké,
De most akkor büszke voltál magadra, vagy minek neveznéd? Hát. Minden esetre reagáltál. Reagáltál spontánul, nem úgy, ahogy az életedbe szoktál. Igen. És ez jó? Hát hogy a frázban? De ez valami ösztön csak, nem? Mi az, hogy csak? Mi az, hogy csak? Hát az nem normális, hogy az emberek az agyalásukkal teljesen elnyomják az összes ösztönüket, a szexuális vágyaikat, az agressziójukat, még a szorongásukat is, mindent túlagyalnak. Össze-vissza gondolkodnak ahelyett, hogy igen, néha csak ösztönből cselekednének. Szerintem ez jó, én örülök ennek. Akkor most haladok? Haladsz egy másik Gergő, egy másik igen, Karcsi második felé. Nevem Gergő. Igen. Lehet, hogy akkor átnevezünk. Ha már nem ez, okay. Nem ez a gyáva Károly leszel. De most komolyan. Jó. Okay. Egyébként én a Popper Péterhez jártam évekig csoportba, meg mindenféle kiképzésre, és ő is mindig azt mondta, hogy csak azt a klienst vagy pácienst vállaljuk el, akit el tudunk képzelni egy olyan kiadásban, amikor ő jobban éli a saját életét. Amikor ő jobban magára talál. Tényleg saját maga lenne. Értem. És most erre látom, hogy kicsit szkeptikusan nézel magad elé. Jogodban áll. Hál' Istennek. Jogodban áll. De akkor most mit kell tennem? Ha kettőnk közül én se hinnék ebbe, akkor nem sok remény van az egészre. Már kettőből egy az 50%. Az 50%. Nem kell tenned semmit. Hagyni például ezt, hogy kiderüljön, hogy egy váratlan helyzetben az ösztöneid mégiscsak milyen embert mutatnak. Nem kell tenned semmit. Én nem várok el tőled semmit, szemben a feleségeddel, meg az összes főnököddel, meg a gyerekeiddel, meg a nagymamáddal, meg mindenkivel. Oké. Most megnézzük, hogy egy másik életkorban, 16 évesen, még mindig többnyire nagymama felügyelete alatt volt. Arról beszéltünk, hogy ezek a szülők nagyon elfoglaltak voltak. Élnek ezek a szülők, de örökké dolgoznak. Csak hogy telt múlt az idő, és már 16 éves. Mamika, alszol? Ne, Musikám, gyere be! Néztem a tévét, na? Az van. Hogy... Jaj, de szépen fölöltöztél. Igen, ez... Famész. Ez nem véletlen. Anyával megbeszéltem tegnap előtt, megbeszéltem, és ő el is engedett, mondta, hogy az van, hogy az osztályunk megnyerte ezt az iskolai kinyit, tudod. Igen. Igen, és akkor ezért jaj, a Szabiék, ezért a Szabiéknál lesz egy... Hát nem házi buli, nem nevezném házi bulinak, de... Ki az a Szabi? Hát Szabi, hát tudod, a pattársam, nagymama. A pattársad a Szabi? A pattársam, és kórusra is együtt járunk, hát ja, amikor volt itt is. Az a kicsi vörös fény. Az, na. És akkor velem mész valahová? És ő, nem, hanem ő hozzá. Tehát nála van egy, tehát ott lesznek egy páran, tehát ott lesznek a többiek is, és hát, hát úgy, holnap szombat van úgyis, és... Itt táncmulatság igen, lesz, vagy igen, ilyesmi? Igen, táncmulatság lesz. Betesznek biztos majd ilyen zenét, aha, és mi csak így táncolunk, meg és lesz... És hol lakik ő, lesz Ropi, meg... Merre, hova, mi, merre lakik ő? Ő... Ráckevén lakik, de tudod, hogy a hévben... Ráckevén! Igen, de ez itt van, hát az tulajdon. Hát oda akarsz te kimenni. De tulajdonképpen Budapest. Hát de tudod, hogy az egy milyen veszélyes az a Ráckevén. Ráckevén, hát ott a Soroksári Dunaág. Hát ott sötét, mikor akarsz te onnan hazajönni? Na, ez jó, hogy kérdezed, mert ezt akartam. Ez lett volna a lényege az egész dolognak, hogy van ott, tehát ott most üres az ő házuk ott. De ott, igen. És akkor vinnék hálózsákot, és akkor mi holnap reggel? Hogy
Holnap reggel jönnék. Igen, holnap reggel, holnap szombat van. De nem lehet azt, azt nem, Karcsikám, hát anyád engem, hát megkövesz, hát nem maradhatsz. Anya, megengedte, megengedte. De éjfélre, vagy ott jár valami, Amiga. Jármű ott azon a 11 környéken? 11 jár ott a hév, hogyha éjfélre haza kell jönnöm, akkor adjál egy olyan 17-18 ezer forintot taxira. Tudod, hogy mit írtak az újságok, hogy ott mennyi mindenki, ott vannak a kisebbségiek, tudod, és... Ott Mami. Mennek az utcán, Mami. És összevernek Mami, nem, mindenkit, nem, az egy békés környék, vagy vigyázott, és az nagyon veszélyes és, környék. És különben is a Szabijéknak a szomszédjában ott van a Bandi bácsi, aki egész éjjel ott horgászik, és figyel ránk, egy felnőtt. És lesz kislányok is lesznek ott, vagy ilyesmi, vagy... Nem hiszem. Nem hiszem? Nem hiszem. Nem. Szerintem nem. Nem. Vagy hát... De inni akart? Nem. Inni? Dehogy, nem. Inni is Traubit. Akart? Traubit. 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 És abba beleöntesz valamit a Mamika, Traubiba? Nem magadból indulj ki, Mamika. Nem öntünk. Nem öntünk. Mamika nagyon szeretett inni, ez igaz. Egyszer-kétszer fajtól falig csapottam, de erről anyádnak... Mamika, így most hogy? Így most hogy fogadjak szót neked? Karcsika, szóval, igen. Gyere haza, éjfélre gyere haza. Éjfélkor gyere be. Kulcsod megvan? Megvan, megvan. Itt van a nyakamban. De a telefonodat azt viszel? Viszem, viszem, és fölhívlak. És azonnal, amikor rosszul érzed magad, hívj. Jó, majd amikor... Hányok akkor fölhívlak, Mamika? Karcsikám! Esetleg összeszednék valamit a nagyon hélet. Szeretlek! Azt hiszem, vigyázz Mamika! Vigyázz magadra! Szervusz, nézzétek! Szia! Jó szórakozás! Ezt elkomolytalankodtuk. De ha komolyan kérdezem, akkor mi lehet ennek a Mamikának ez, a, ez az állandó rettegése szerinted? Szerintem? Uh-huh. Hát ez nem tudom bonyolultabban gondolni, mint hogy félti az unokáját, hogy valami baj esik. Oké, okay. Azért gondolom, hogy a nézők is végig tudják azt gondolni, hogy nagyon rossz véleményünk lenne egy olyan mamiról, vagy egy olyan szülőről, aki nem félti a gyerekét. Tehát akkor azt meg felelőtlennek gondolnánk. De ez 16 éves korban, ez normális, vagy megmagyarázható, vagy túlzott, vagy te beletörődtél ennyi idős korodban, hogy hát ez nálunk már csak ilyen? Hát konkrétan én ennyi idős koromban nem beletörődtem, hanem természetesnek vettem, mert nem ismertem másfajta uh-huh. életet, tehát uh-huh. csak a sajátomat, és néhány barátomét. Náluk is ez ment? Van, akinél nem, tehát volt haverom, akihez elmentem, és mentünk el őtőlük, mondjuk este 6-kor, és ő csak annyit mondott otthon, távoztában, hogy sziasztok! És valahonnan a lakás mélyéről az anyukájának a hangja. Hello! És ott emlékszem erre a beszélgetés, hogy te így jösszel otthonról? De hát most megyünk, tervezzük, hogy megyünk a mindegy ilyen vidéki estébe. Meg csak kérdezik, hogy hánykor jössz az, nem? És akkor én ezt nagyon irigyeltem. Uh-huh. És ez a barátom sosem ment túl későn haza, és sosem ment túl részegen haza, és sosem csinált semmi hülyeséget. Ellenben én, aki évfélre mindig hazaér, uh-huh. én megpróbáltam a számomra megadatott kis kapukon mindig kidugni a szerintem fejemet. Is úgy van, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy lázadás. Lehet, hogy 40 éves korban, lehet, hogy 50 éves korban, lehet, hogy 5 éves korban. Tehát, hogy mindenkinek végig kell gondolni, hogy most végülis ahhoz képest, amire nevelték, az mennyire volt egészséges, és ő mennyire bátorkodik vagányul élni ehhez képest az életét. Mindez hozzá kell tennem, hogy az, nincs 16 éves gyerekem, csak 13,
Most neked, Kocsis Gergőnek. Nekem, bocsánat, jó, igen. Igen. Szabad ilyenről beszélni? Hogyne, épp most akkor. Hogy én már érzem magamon a jeleket, hogy ugyanilyen leszek, te biztos. Uh-huh. Biztos. És azt látom. Fogod mondani, hogy nem az, hogy a bezzeg a mi időnkben, hanem hogy most ebben az nem. Időben mennyivel veszélyesebb az élet. Azt igen. Fogod mondani. Biztos, igen, biztos. Biztos. Andrea? Biztos, hogy agyon fogom óvni, félteni. Amikor először egyedül elengedtük iskolába, akkor tényleg paródiába illik, hogy én ilyen bokorról bokorra settenkedve követtem és néztem. Néztem, hogy hogy megy át a zebrán, hogy bízhatok-e benne. De tényleg. Bocsánat. Nagyon furra, bocsánat, mert nekem van két nagyfiam, már hát már 20 éves, 20 fölül vannak. És ugye mind a kettővel ezt végigjátszottuk, hogy ugye egy komoly dilemma egy szülőnek például, hogy mindig azt mondom, hogy engem azért fizetnek, hogy féltsem őket, viszont nekik kötelező jelleggel kell lázadniuk. Valahogy ez evidens, ugye, hogy egy tinédzsernek pláne. Na most mindig azon sakkoztam én, hogy mi legyen az a tólig korlát, amiben még megvan nekik is a lázadás lehetősége. Nem tudatosan, de hogy... Szóval majdnem az esetek 90%-ában megtörtént az, hogy ellent mondtak nekem. Akár mennyire is lehúztam a legkisebb féltésre azt a féltést, de még azzal is lázadtak. De szóval te ezzel kalkuláltál, azt mondod. Hát nem tudatosan kalkuláltam, hanem köztünk ez volt a játékszabály. És gyerekkorodban téged mennyire nevertek ilyenre, hogy nagyon bátor? Nagyon merev szabályok voltak. És pont azért akartam, hogy ne, én ezt már nem. Uh-huh. Nagyon merev szabályok voltak. Ami aztán megfelelési kényszerbe csúcsosodott nálam. Uh-huh. Érdekes módon. Hát nyilván. Uh-huh. Egy idő után oda megy ez. Úgyhogy én ezt már szülőként egy kicsit másképp. Uh-huh. Másképp végeztem, vagy másképp. Például én is csodálkoztam, amikor olyan felnőttekkel kerültem össze, akiknél ez volt, hogy szevasztok, majd jövök, és nekem meg furcsa volt, nagyon óvófértő családom volt, és akkor együtt laktam egy olyan fiúval, akinek elment Erdélybe haza az anyukája, és akkor mikor jön? Hát nem tudjuk. Tehát nem úgy, hogy elment 6-kor, hogy majd jövök 8-kor vagy 10-kor, hanem elment egy hétre vagy két hétre, hogy nem tudtuk, hogy mikor jön vissza. De ott más volt szerintem, hogy ott a nem kommunikálás volt a divat. Tehát ott úgy nőttek a gyerekek, mint a gomba, olyan szempontból, hogy hát rátok van bízva, de azt nem tartom igazi bizalomnak. A nem törődés az nem azt jelenti, hogy ő olyan magabiztos lehetne. Szóval nem tudom. Na most menjünk egy körte. Mikor szoktál bátor lenni, Bóna János? Na, igen. Mondj egy példát. Minden szereplő is egy bátorság tulajdonképpen. Erőt kell az embernek vennie magát, ne izguljon lehetőleg. Tehát egy bizonyos helyzetekben akár valakit rendre inteni, vagy figyelmeztetni, és hatalmas bátorság követel tőle. Más életébe beleszólni, úgy? Pontosan. Aha. Pedig hát sokszor szükség lenne rá, csak megpróbálom minimálisra redukálni ezt. Például ez a szereplés téma, hogy nem tudom, én 10 éves koromban is úgy szerepeltem a színpadon, hogy én nem értettem, hogy mit izgulnak a többiek. Amikor ott az iskolában csináltunk valamiféle előadásokat, én akkor is inkább a háttérben voltam, de úgy ki tudtam terjeszteni a nyugalmamat rájuk. Tehát ez így... Nagyon bátor voltál. Nagyon bátor voltál, de nem is vagyok színész, tehát nem is akartam az lenni, érted, mert közben ez is nagy bátorság, amit csinálunk. Amikor
bárhol megmutatsz valamit magadból, nem? Igen. Vagy hát nem tudom, hogy érdekel-e engem egy olyan színészet, amiben nem látom azt az embert, aki most éppen megmutatja magát, érted? Hogy mennyire hát érdekel. Éppen a színészetnél az is nagyon fontos, hogy a sebezhetőségedet mutatod meg. Igen. Most az a... ahhoz kell a legnagyobb bátorság, hogy egyáltalán ezt az ember kimerje tenni. Persze, tudod, persze. Tehát az... És közben én például nagyon egy ilyen betói gyerek voltam, és mai napig is, tehát én azért úgy nehezen mászok fel egy sámlira is, de nem tudom, hogy sok minden ragad az emberre abból a féltésből. Én a színészettel kapcsolatban, én meg azt vettem észre, hogy ez a bátorság, ez ahelyett, hogy az évek során ez múlna. Inkább azt mondanám, hogy az elején voltam bátor, sőt, vakmerő. Aha. Az exhibicionizmus segítségével, vagy partvidékén, aha, vagy nem aha. tudom mi, de hogy belőlem ez a magamutogatás, tehát hogy én, mint Kocsis Gergő, ez teljes mértékben eltűnt, és már annyira gyáva színész vagyok, hogy csak egy előadásban merek aha. lenni. Vagy ott bátor vagyok, tehát színészként remélem bátor vagyok, de egyre kevésbé kedvelem, vagy egyre kevésbé vállalom az olyan szituációkat, amik arról szólnak, hogy én. Tehát, hogy, tehát én a KG. Igen. Tehát, hogy, igen, tehát ez már... Na, most megnézzünk még egy iskolai jelenetet, szintén a Károlynak a képzeletbeli páciensemnek a kamaszkorából. Tanárnő tulajdonképp érkezik az osztályba. Én igen. itt vagyok az osztályban már? Még nem, mert majd csöngetnek mindjárt. Tanárnő. Várja, hogy jöjjenek befelé a gyerek. Na, mi van? Sokan. Elnézést, csak... Akkor én még nem vagyok itt. Gyerekek! Itt vagyunk. Csokolom. Többiek? Mindjárt jönnek, kint vannak egy csomóan az udvaron még. Most bejöttök, vagy nem jöttök be? Vagy mi van? Gyerekek! Jó, hát akkor... Ki törte be az ablakot? Most nem kell a legyeket nézegetni. Gyerekek, ki törte be az ablakot? Erre szeretnék választ kapni. Valaki álljon föl, vállalja magára, mégse lehet, hogy egy egész osztály. Legyetek szépen becsületesek, valaki vállalja föl, mondja meg, hogy ki törte be az ablakot. Azt nem lehet, hogy senki nem. Hát ugye, azt nem lehet. Jó, akkor mindenki megy az igazgató irodába, és akkor majd ott az igazgató bácsinak elmondjátok, jó? Hát valakinek meg kell csináltatni az ablakot. Ugye? Ez is egy kérdés. Hogy ki lesz az? Károly? Igen, hallgatom. Én voltam tanárnő. Elnézést kérek, csak... Véletlen volt, mert gyakoroltuk a, ugye, hogy gyakoroltuk a... Te voltál, Károly? Szabadrugásukat. Én. És ügyetlen voltam, és bocsánatot kérek. De te nem tudsz focizni. Hát éppen ezért alakultak így a dolgok. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. A Ricsék ott se voltak akkor már.
Én egyedül akartam, itt az ablak alatti paneldarab az pont akkora, mint egy kapu, és én azt szoktam is, bocsánat, följebb, mert lecsúszott a lövés. Jó, akkor majd az ellenőrződet kérem szépen, hogy beleírja. Igen. Jössz velem akkor az igazgató bácsihoz, jó? Jó, igen, a szünetben vagy most? Szünetben, óra után azonnal. Jó. Szóval erre is visszaemlékeztél most, hogy ez történt. Igen. Utólag? Utólag? Ez egy bátor cselekedet volt. Igen. És te voltál különben? Nem én voltam. Mert akkor nagyon bátor. Akkor meg még bátrabb. Igen, de szerintem meg nem bátor cselekedet volt, hanem így akartam bevágódni az osztályközösségnek, vagy hát a... Szóval ilyen nyalizás volt talán inkább. Na várjunk, lassítsunk. Ez miért tüntet fel téged jobb színben? Hát, hogy milyen jó fej vagyok, hogy elviszem a balhét. Tehát, hogy... Na, hát így. Mert hogyha... Ki helyett? A helyett, aki berúgta az ablakot, mert hogyha a Ricsi, aki berúgta az ablakot, ment volna ekkor az igazgatóhoz, akkor neki ez lett volna az utolsó húzása, és akkor kirúgták volna az iskolába. Nekem meg nem volt ekkor semmi nemű priuszom a suliba, és csodálkozott is az igazgató, hogy én egy ilyen dolgot csináltam, és akkor így ez, tehát nekem ebből nem lett különösebb bajom, de őt meg kirúgták volna a suliból, és akkor gondoltam, hogy teszek egy ilyen jót neki, vagy vele, vagy velük. Mint Szent Johanna mártíromságával? Vagy hogy? Hát nem tudom. De hát mint akkor ez játszódott le benned, vagy éppen az, hogy féltél attól, hogy ők megvernek, ha nem vállalja föl valaki? Tehát, hogy mi volt ez? Hát gyávaság, bátorság, mártíromság? Megfelelni akarás valaminek volt inkább talán. Tehát, hogy azt akartam, hogy ettől a cselekedettől, vagy ettől a nagyon nagy általam jófejségnek képzett dologtól, ettől ők majd szeressenek. És így lett? Fogadja. Nem. Miért is nem? Hát mert nem, mert ettől még én nem lettem az ő szemükben annak a bandának, hogy így mondjam, a teljes jogú tagja, vagy szóval én csapódni akartam valamihez, és nem jött össze ettől még. Tehát gyávaságnak is nevezhetjük bátorság helyett akár. Akkor viszont nem voltak méltóak arra, hogy te ilyen vállalást tegyél. Hát én most így látom. Hát... Nem érdemelték ki. Igen, de hát ezt az akkori hajamra kenhettem. Ezt, amit most okosan gondolunk erről, ez az akkor mit sem ért ez a gondolat. Uh-huh. Szóval csak újabb szarba kevertem magam ezzel. Aha. Szép történet. Köszönöm szépen. Nem én találtam ki. Szép kis emlék. Na, nézzünk meg még egy találkozást. Jaj. Hogy mit nem hoz az életnek a véletlen. Ez az ablak tisztítás? Nem, most zavarja magát? Nem. Mert akkor lemehetek. Nem, csak meglepődtem. Majd följövök holnap. Ne, folytatjuk. Jöjjön fel holnap is. Most, ahogy gondolja. Most ezt befejezhetem, megengedi? Persze, vagy nagyon zavarja? Engem nem zavar, csak csinálja. Sőt, én bánom. Mert azért, mert ma tudtam csak jönni, tudja, mert annyi meló van, hogy tulajdonképpen
minden perc be van osztva, és hát ma értünk ide. És az, hogy annyi meló van, az mind-mind ilyen irodai ablak, vagy hogy... Hát az is, ja. Most ha lenéz, látja azt a szürke Toyotát? Igen? Ott maga alatt, látja ott a parkoló? Ez a magáé? Igen. Hú, de szép. Nem, csak úgy mondom, csak kíváncsi voltam, hogy... Ráköpjek? Ne! Tudja mit? Tegye meg! Nem köpök rá! És nézze, csak ilyen épületeken csinálja ezt, vagy szokott hegyet is? Ne! Hegyet mászni is? Vagy, hogy mondja? Hogy van-e másmilyen feladat is, mint az ablaktisztítás? Van. És van. Bocsásson meg, ha ennyire érdekel, csak... Van. Lent is szoktam tisztítani, ahogy a földön. Értem. És nem szédül? Nem. Sose szédült? Nem akarja kipróbálni? Hát ugye, nekem olyan tériszonyom van, hogy egyszer Zadarban a feleségem vitt le egy toronyból. Zadarba? Igen. Ott történt. Ott én is voltam egyszer. Tudja akkor, hogy van ott? A Zadari toronyban. A Zadari toronyban. Én is voltam egyszer. Képzelje, fölmentem, és ott fönn a tetején emlékszik, hogy körbe lehet nézni a szép városba, és én ott annyira összeszartam, elnézést, annyira, hogy remektem. Remektem, és tényleg tulajdonképpen a feleségem támogatott le onnan, és... De most miért beszélek a feleségemről? Saci vagyok. Üdvözlöm. Károly. Kész sok divat mostanában? Hát koszos a kézem, ugye. Nem, várom. Ja. Na szóval, de nem akarom fenntartani. Károly. Igen? Nem, csak hogy így bevéstem, hogy Károly. Károly. Aha. Horváth Károly. Horváth Károly? Hát elég unalmas, de... Na, akkor én most itt végeztem, ma. Szerintem még nem tökéletes, de még egy kicsit csinálja. Jaj, de most nagyon bocsásson meg, ne haragudj. Menjen, persze, menjen a dolgára. Egy pohár vizet kérhetek? Ó, hogy ne. Mást? Van ám itt minden finomság, ropi. Nem, az koktél nem, ropi, kréker. Nem. Csak egy kis vizet? Igen. Tudja, mert tényleg annyira meleg van itt fönn. Tessék. Köszönöm. Nem ittam bele. Karcsi. Jaj. Na. Ha hiszitek, ha nem. Ez így ment napokon keresztül. Ilyen lazán flörtölgettek. És egyszer csak előállt ez a Saci egy meghívással. Egy kétszereplős, kétszemélyes programmal. Ami? Károly! Most az van, hogy fölmegyünk. Igen? Tudod, és akkor oda be kell állni. Igen. Tudod, és akkor majd így meglöknek hátulról. Jaj, azt ne! Ne érjed meg! Inkább ugorjunk együtt! Ne, különket! És akkor meglöknek, de nem, nagyon klassz lesz, tudod, és akkor így becsukod a szemed, és mész. És csak elengedsz mindent. Igen, de, ugye, de meghúzod, de, ugye? De időben meghúzom, meg. Meghúzom, persze. Mielőtt ugrunk, jó? Légy szíves, jó. Számolj vissza 3-tól 0-ig. Jó, menj, most még így. Igen, de vágjál át, és kettőnél már lökjék ki, hogy ne tudjam, hogy jön. Annyira jó lesz. Jó. Az a lényeg, hogy vágjál át, de mert... De kapaszkodj! Ja, Istenem, menjünk le! Kacsi! Ja. Na most figyelj, Saci! Eva! Frida Kahlo azt mondta, hogy merj élni, mert meghalni bárki tud. Hát ezt akartuk már elmesélni. Ha már meg kell halni, inkább ugorj, és abba hajj meg. Meg ilyeneket tudok mondani, búcsúzóul. Szóval bátorítunk mindenkit arra, hogy élje az életét, és ne csak úgy
nézze kívülről, hogy mit csinálnak vele mások. Ennyi volt a bátorság pszichológiája. Spolarics Andreát láttuk. Kocsis Gergőt láttuk. Bóna Jánost hallottuk. Köszönjük a technikusoknak, K11-nek, Bácskai Júli Színházat láttuk. Köszönjük szépen.